Most még nem lehet tudni, milyen nemmel született ez a vari ikerpár, de az már biztos, hogy a Nyíregyházi Állatpark új, alig két hónapos lakói igazi szenzációnak számítanak. A legnagyobb makifajba tartozó fekete-fehér vari eredetileg Madagaszkár szigetén őshonos, de egyet száma az orvadászat és az élőhely pusztítása miatt drasztikusan csökken. A vari az egyik legkülönlegesebb makiféle, a természeti világszövetség kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolt, tehát nagyon fontos az, hogy az állatkettőnek ne csak bemutassák, hanem tenyészék is a természetben végveszélyben lévő egyedeket, és itt ennek ékes példáját láthatjuk, hiszen a 17 éves anyaállat a lengyelországi Wrocław állatkertből jött, míg a papa 21 éves, és ő az észak országi a Viva kertjével érkezett három évvel ezelőtt, és ez már a második alom itt nálunk, ismét a tavalyi évhez hasonlóan ikerpár látott napvilágot. Jocó a papa állat teszi a dolgát és védi az újszülötteket, az anya pedig szépen szoptatja őket. A varik olyan lemúrfajba tartoznak, amelyek nem hordozzák a kicsinyeiket, hanem fészekben hozzák világra utódaikat, akik egyre bátrabban jönnek ki az odújukból. A szakember hangsúlyozta, ezeknek az egyedeknek a szülei már az európai klímához szoktak, így nem okoz számukra problémát az alkalmazkodás. Nagyon kevesen tudják azt, hogy ezek az áldók nem Madagaszkár szigetéről érkeztek hozzám, hanem másik állatkertből. Egy speciális program, az Európai Tenyészvédelmi Program keretében érkezett hozzánk a szülőpár, és ők tulajdonképpen európai klímához szokott állatok, de egyébként Madagaszkáron nem annyira probléma a meleg. nagyon jól bírják a meleget, és a fehér-fekete bunda is azt mutatja, hogy kiváló rejtőszínnel rendelkeznek, mert ez a fehér-fekete szín, ez a lomb korona szinten teljesen beleolvad az ottani területekbe. Malagasi nyelven a vari napimádót jelent, amelyet a madagaszkárjaktól azért kaptak, mert reggelente ezek a lombkoronalakók süttetéssel kezdik a napot, és egyébként is az idejük nagy részét pihenéssel töltik.